Hatalmas visszhangja van a nemzetközi sajtóban a kínai elnök magyarországi látogatásának. A Brit Financial Times például azt emelte ki, hogy Xi Jinping Peking egyik legfontosabb stratégiai partnereként üdvözölte Magyarországot. A Reuters is arról írt, hogy Magyarország immár Kína fontos kereskedelmi és befektetési partnerévé vált. A brüsszeli politikó pedig elismerte, hogy Magyarország meghatározó szereplővé válik Európában az elektromos járműipari átállásban. A kínai televízió közölte ezeket a felvételeket csütörtökön. Az látszik rajta, hogy Xi Jinping autója begördül az oroszlános udvarba, majd katonai tiszteletadás kezdődik. Ezek pedig azok a pillanatok, amikor Xi Jinping megérkezett a Karmelita kolostorhoz, ahol később Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyalt. A magyar miniszterelnök és a kínai elnök találkozását kiemelten figyelte a média, és nem csak a két érintett országban. Orbán Viktortól és Xi Jinpingtől zeng a nemzetközi sajtó, írja a Magyar Nemzet, amely rámutat arra, hogy a legnagyobb hírportálok sorra számoltak be a magyar-kínai csúcs eredményeiről. A kínai elnök Peking egyik legfontosabb stratégiai partnereként üdvözölte Magyarországot, írta a Financial Times. A brit gazdasági lap úgy fogalmazott, Xi Jinping elismerően beszélt az Orbán Viktor miniszterelnök vezette országról. Hozzáteszik, hogy a magyar-kínai kapcsolatok erősödése mögött Kína azon szándéka állhat, hogy Magyarország egyfajta hídként működjön a távol-keleti nagyhatalom és az Európai Unió között. Orbán Viktor kormányzása alatt Kína fontos kereskedelmi és befektetési partnerévé vált Magyarországnak, ezt a rajter szemelte ki. A Nemzetközi Hírügynökség rámutatott, a szívélyes politikai kapcsolatok egy évtizeddel később befektetésekké váltak. Az orosz állami hírügynökség pedig azon túl, hogy közölte a csütörtöki magyar-kínai tárgyalások eredményeit, megemlítette azt is, hogy Peking és Budapest kiterjeszti az együttműködést a nukleáris iparra is. Hozzáteszik az a terv, hogy a következő évtized elejére már 60 és 70 százalék között legyen Magyarországon a nukleáris energia aránya. A jó kínai-magyar kapcsolatokra szinte valamennyi lap kitért. A Bloomberg elismerően írt az ennek köszönhető sikerekről, mint például arról, hogy a kínai BYD vállalat Magyarországot választotta első európai gyárának helyszínéül, pedig Franciaország és Németország is örült volna a beruházásnak. A New York Times arra is kitér, hogy Xi Jinping kínai elnök egy újabb biztonsági zónát jelölt ki Magyarország kapcsán, utalva ezzel arra, hogy a magyar-kínai kapcsolatok különösen fontosak a nemzetközi politika szempontjából. Több lap is azt fejtegette, hogy miben lehet iránymutató Magyarország. A kínai Global Times szerkesztőségi véleménycikke szerint a két ország kapcsolata modellként szolgálhat minden EU tag számára. A szerkesztők úgy fogalmaztak, ez a szövetség jó példa a szuverén országoknak, hogy önállóan és barátsággal nyissanak a külvilág felé. Ez különösen fontos a stratégiai autonómiára törekvő Európa számára. A mandíner szerint a nemzetközi sajtónak ugyan fellett adva a lecke, de még a brüsszeli politikó is kénytelen volt elismerni, Magyarország és Kína partneri viszonya politikailag és gazdaságilag is jövedelmező, és ezzel hazánk meghatározó szereplőjévé válik Európában az elektromos járműipari átállásban.